A járvány miatt március közepén bevezetett utazási korlátozások következtében az első negyedévben, azon belül márciusban csökkenésbe fordult a külföldiek magyarországi látogatásainak, valamint a magyarok nemzetközi utazásainak száma, állapította meg legfrissebb összefoglalójában a Központi Statisztikai Hivatal. A külföldi látogatók száma elsősorban a koronavírus járvány miatt bevezetett intézkedések hatására 13%-kal csökkent az előző évi azonos időszakához képest. Az egynapos utazások száma 12, a többnaposoké 15%-kal lett kevesebb. A külföldi látogatók fejenként és naponta átlagosan 17.100 forintot költöttek Magyarországon, 1.400 forinttal többet az egy évvel korábbinál. A szabadidős célú utazásokon résztvevő kiadásai átlagosan 5.9%-kal 20.700 forintra nőttek. A látogató költésének 28%-a szállásra és vendéglátó szolgáltatásokra, 18%-a közlekedésre és üzemanyagvásárlásra irányult. Az élelmiszerekre és egyéb árucikkekre fordított kiadások aránya 29%-ra nőtt. A magyar állampolgárok is jelentősen kevesebbszer utaztak külföldre idén. Az egynapos utazások száma 21%-kal, a többnaposoké 15%-kal csökkent. A barát és rokon látogatási célú utak száma csupán 8,6%-kal, míg a város nézési célú utazásoké 21%-kal mérséklődött. A magyarok külföldi utazásainak 64%-a egynapos út volt. Jelentősen csökkentek az egynapos vásárlások, illetve az üzletelési célú utazások is. A legtöbben továbbra is Ausztriába és Szlovákiába utaztak, ám az odalátogatók száma egyaránt ötödével mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest. A külföldre utazó magyarok átlagosan 2,5 napot töltöttek el utazásaik során, 0,4 nappal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Az utazó külföldön töltött összes ideje 30%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, legerőteljesebben a munkavégzési és az üzleti utak esetében csökkent. A külföldre utazó magyarok folyóáron 11%-kal kevesebbet, 162 milliárd forintot, fejenként és naponta átlagosan 14.500 forintot költöttek.